Szia! Egy gyors kérdés, hogyha van neked, vagy tervezel venni egy vezeték nélküli mikrofonrendszert, tudod, hogy mi a közös a vezeték nélküli mikrofonrendszerben, egy mikróban és egy babamonitorban? Mindegyik 2,4 GHz-en operál. Persze, nem azt mondom, hogy a smeklevesedet fel tudod melegíteni a mikrofonnal, csak egy tényt szeretnék mondani, hogy ez ugyanaz a 2,4-es GHz, és lehet, hogy vannak esetek, amikor ilyen interferencia keretkezhet olyan eszközök között is, amire nem is gondolnál. De nem kell aggódni, mert ezt könnyen ki lehet küszöbölni, és ebben a videósorozatban pontosan meg fogom mutatni, hogy hogyan. A mai első részben gondoltam, hogy egy kicsit beszélgethetnénk a wireless mikrofonrendszerekről, kifejezetten videózás számára. Milyen opciók vannak, milyen fontos trükkök vannak, amikre nem szabad nem odafigyelni. Le fogunk néhány ilyen tipikus tévhiedelmet rombolni, és azt is átbeszéljük, hogy általánosságban mi az a technológia, ami mögötte van, tehát egy picit ilyen mérnöki dolgokba, techi oldalba is belemegyünk. Persze teljesen ilyen analfabéta átlagember beszédébe, hiszen én sem vagyok mérnök. A második részben meg fogok neked mutatni konkrét eszközöket, amik itt van rajtam, három csiptetős mikrofon, és meg fogom mutatni, hogy melyiket milyen esetekben válasz, melyik mikor jó, és le fogunk menni egy olyan úton, ahol megnézzük azt, hogy milyen a hangzása, bár most is váltogatok rajta, hogy egy kis teaser azért legyen, de a lényeg, hogy a te különböző felhasználási eseteid és büdzséd alapján érdemes eldönteni, mert nincs, hogy ez jobb vagy rosszabb, hanem attól függ, hogy mire használod. Úgyhogy mindenféleképpen nézz végig a szériát, ahogy ezt a videót is. Kezdjük el, de előtte intro. Ma három teljesen különböző vezeték nélküli mikrofonrendszert hoztam neked a Sennheisertől, a belépő szintű XSWD-t, utána pedig a Pro szintű AVX-et és Evolution Wireless-t. Mielőtt a specifikációról beszélnénk, a technológia, ami mögötte van ezek a mögött, az eszközök mögött, nagyon-nagyon durva, hogy érdemes megértenünk, hogy hogy működnek ahhoz, hogy eldönthessük, hogy melyiket válasszuk. Oké. Konkrétan tudományról, mérnöki dolgokról beszélünk. Van a BME-n például egy kar, ahol a vezeték nélküli rendszereket oktatják. Egy tanszék, régen jártam már egyetemre. Szóval egy konkrét tanszék oktatja ezt, és nyilván van az old school és a new school. Ki is találhattad, analóg kontra digitális, és az egyedüli különbség a technológiában van köztük. Tedd fel a kezed, hogyha tudod, mi az a Walkman. Ha nem tudod, akkor kérdezz meg kommentbe, és megválaszolom, vagy Google-it. Vagy igazából nem látom, hogy felrakod a kezed, úgyhogy mi lenne, hogyha lájkolással mutatnád ki, hogy lájkolod ezt a videót, hogyha tudod, mi az a Walkman. Na de, ha megvan, hogy mi a Walkman, vagy hallgattál már rádiót, akkor talán hallottál már az FM-ről, vagy az URH-ról. Az analóg vezeték nélküli rendszerek, mint például a rádióallomások, pontosan ezt használják. A küldő az a fogadónak egy audio jelet küld, és így kommunikálnak egymással valamilyen szabályozott csatornán. Ez az UHF 450 MHz és 700 MHz között van jelenleg. Tarts ki, mert mindjárt kitisztázunk mindent, hogyha még követed azt, amit próbálok neked mondani, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod. Oké, jöhet a következő téma? Hol is tartottam? Igen. 450-700-as MHz. Ugye ez a... Van itt valami. Ez a világ ugye egyre jobban digitalizálódik, és ez az analóg spektrum az limitált, és jönnek olyan új technológiák, mint az 5G, aminek kellenek különböző sávok. És ezért van, hogy egyre több analóg rendszerből már digitális lesz, és az elérhető analóg frekvencia egyre kisebb lesz. A negatívuma az talán az a digitálisnak, hogy több lehet az interferencia, de erre van egy megoldás, amit később el fogok mondani, de most néhány tévhitet oszlassunk el. Először is fontos, hogy az analóg és a digitális csak a kommunikáció módját, a két eszköz közti kommunikációt jelenti, semmi mást. Kettő, hozok egy jó példát. Vegyük azt, hogy mindegyiknek van egy saját kommunikációs csatornája. Például, hogyha most, ahogy én itt beszélek hozzád, és nézed a videót, ha te nézel közben egy másik videót, akkor nyilván hallod mind a kettőt, de nem biztos, hogy fogod érteni. Pontosan ezért kell, hogy egy vezeték nélküli mikrofonrendszernek legyen egy vevője és egy adója. Azok a termékek, ahol azt mondják, hogy
két adó egy vevőbe megy be, az inkább marketing fogás, mert vagy belül két picikés vevő van, vagy pedig a másik oldalról az lehet, hogy egy ilyen monóba, ugye bal és jobb csatornába rögzíti. Hogy tovább vigyem ezt a gondolatot, jobban mondva fordítsuk meg, mert konkrétan az lehet, hogy van több vevőnk, és egy adóra rá van szinkronizálva. Hogy a példával éljek, lehet, hogy te nézed ezt a videót, de sokan mások is nézik ezt a videót, és remélhetőleg mindenki számára érthető, amit mondok. Szóval például, hogyha egy élő rendezvényen veszel fel, akkor lehet, hogy az adó, amivel az előadó beszél, az egyszerre megy a hangosítónak, de a te kamerádhoz is. Oké, most, hogy néhány tévhitet elosztattunk, és remélhetőleg lett egy világosabb képed arra, hogy hogyan működnek ezek az eszközök, beszéljünk a konkrét eszközökre, és csináljunk egy hangtesztet, amit amúgy már most is csinálhatnék, mert ugye itt hallhattad, de ez a következő videóban marad a szériának a második részére. Kérlek, lájkolj, kommentbe írd le a véleményed, hogy mennyire volt ez világos, vagy van-e valamilyen kérdésed. Rengeteg tartalmam jön még, mint a második széria is, ahol konkrétan megmutatom ezt a három terméket, hogy micsoda. Remélem, hogy ott találkozunk, köszi, hogy itt voltál, kattints ide, szia, sziasztok!